Azt mondja a Ray Dalio, aki egy self-made milliárdos, hogy az önismeret a siker kulcsa az üzletben is és a magánéletben is. Na de hogy ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban megvalósítni hogy ez mit jelent, az egy nagy kérdés, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni. Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsor házigazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Szervusztok, kedves hallgatók, én Bence vagyok, és itt van velem. Kristóf. A mai adásban pedig a tudatos tervezésről, önismeretről fogunk beszélgetni. Megnézzük, hogy mennyire tudunk életszerű célokat kitűzni, és ennek milyen jó stratégiai vannak, eredményesülnek a fokozás érdekében, sikeresülünk fokozás érdekében. Azt gondolom, hogy ebben mind a kettőnek van tapasztalata, és az a jó hírem, kedves hallgatók, hogy nem beszéltük meg az adásnak a teljes tartalmát itt előzetesen, úgyhogy most kirajzódhatnak olyan egyedi nézőpontok és megközelítések, amik nektek is hasznosak lehetnek. Tehát, hogy honnan is indulunk ide, azt mondja a Ray Dalio, aki egy self-made milliárdos, hogy az önismeret a siker kulcsa az üzletben is és a magánéletben is. Na de hogy ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban megvalósítani, vagy ez mit jelent, az egy nagy kérdés, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni. Illetve szerintem aki cégvezetéssel, pszichológiával, motivációval, bármivel foglalkozott már korábban, akkor rengeteg ilyen célmegvalósítási megvalósítási módszerrel találkozhatott. Legyen szó Brian Tracy-ről, Tony Robbinsról, az ilyen titok című könyvről, filmről, Abraham hicks akár, vagy hát az ilyen különböző irodalmakról. Úgyhogy csapjunk bele ebbe az egész területbe, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Kristóf, te például a mai napokban szoktál-e valamiféle formulát követni a cél leírása, kitűzése tekintetében? szétválasztanám a magánéletet és a, a, a bizniszt. A bizniszben ugye a click marketinggel ez az első év, tehát 2022 az első olyan év az egész 17 éves karrieremben, ahol igazán leírt és lefektetett komoly célok vannak, tehát ez az egyik tapasztalatkategória. A másik a magánéletben, mondjuk most a futás, ugye ma reggel is futottam, és érdekes, hogy szeptemberben akarok futni félmaratont, tehát van egy, egyrészt ez egy cél, hogy futok egy félmaraton, egyébként már futottam máskor is, egyszer, és hogy az a cél, ami két órán belül lefutni. És ez a cél segít abban, hogy rendszeresen megcsináljam az edzést. Tehát a cél segít, hogy látom, hogy miért csinálom. Mert amúgy azt mondanám, hogy mi van, ha ma nem futok, nem lesz semmi. De hogy ott van az a cél, és azt el akarom érni, akkor nézem, hogy hogy javul a teljesítményem, milyen időket futok, mit kell futnom, van tervem, stb. És azt csinálom végig. Most ezt nem kell olyan túl komolyan gondolni. Tehát nincs leírt mondjuk edzéstervem, lehet, hogy kellene. De pusztán az, hogy szeptember, azt hiszem tizenvalányadikán két órán belül akarom futni a, a félmaratont, és egyébként egy jó pár kollégám is fog futni, vagy, vagy akár ilyen csapatban, vagy váltóban, vagy egyénileg. És hogy van benne még kicsit, hogy úgy uh, szeretnék példát mutatni, hogy hogy tényleg komolyan veszem, és hogy le tudom nyomni. Szóval ez nekem segít. És a, én sosem voltam egy ilyen célkitűzős valaki. Mindig azt mondtam, hogy, hogy úgyis mindig fullgázzal nyomok mindent. Most mit számít, hogy kitűzőket egy célt, úgyis mindig azt érem el, ami a lehető legnagyobb. Tehát nincs értelme célozni. De aztán most az utóbbi egy-két évben rájöttem, hogy ez, ez nagyon fals. Tehát van értelme célozni. Nagyon sok jó témát felvetettél most itt, és szerintem az is izgalmas egyébként, hogy most a cégetek idén 300 milliós bevétel körül van. Ha nem történik valami katasztrófa, akkor a nettó 300-at lényegesen átlépjük. Ez nagyon izgalmas, és azért hoztam most ide ezt be, mert hogy ezek szerint neked nem volt 6 éves korodóta minden reggel leírva az, hogy 2022-re 300 milliós céget tulajdonosa vagyok. Azért érdekes ez, mert hogy ezek alapján elvileg leírt célok nélkül is lehet ilyen nagyra nőni, tehát alapvetően, hogyha fúgázol a nyomod, amit csinálsz, persze nem hátrány, hogy az embernek vannak céljai, de hogy nem ezen fog állni vagy bukni az embernek a sikere. Ami tök jó, hogyha valaki motivációs közegből hallgat bennünket, hogy láthatja, hogy azon sem fog elbukni valószínűleg, hogyha most egyszer kimarad a reggeli célaírás. Mondjuk azt mondanám, hogy a, hogy a 100 milliós kalibert, azt megütöttük simán ilyen komolyabb célzás nélkül. Viszont itt ezt az, hogy tavaly átléptük a 200 milliót, ilyen 5 éves, 5 évnyi ilyen 100 millióskodás után, tehát ilyen 100 és 150 között voltunk, szerintem 4 vagy 5 évig. Tehát az, hogy ugrottuk a 200-at, és egyből ugorjuk a 300-at, ott már szerintem van szerepe annak, hogy tudatosan ezt kitűztük célként, és hozzáépítettük az utat. Tehát nem ugyanazon az úton mentünk tovább, mint korábban, hanem váltottunk. Egyébként valószínűleg egyébként is elértük volna valamikor, csak lehet, hogy lassabban. Tehát ezt most így látom. Ami nekem még feltűnik a szavaidból, hogy a tetszélyed, amiket most itt felfestettél elénk, azok életszerűek. Tehát nem olyanok, hogy. Uh... Hat fiú ikre, ikerpárom lesz, és mindenkinek 100 milliós passzív jövedelme lesz minden hónapban, és a világ minden táján lesz egy hatalmas nagy ingatlanunk. Tehát, hogy alapvetően amiket most elmondtál, azok olyan célok, amik így viszonylag elérhetőnek tűnnek. Most a legtöbb kezdővállalkozónak talán még távolja 300 milliós cél. De az a tapasztalatom, amit most már én is nyolc éve foglalkozom, ugye coachinggal, több száz ember megfordult már a beszélgetésénken, nagyon sok mindenkivel volt lehetőségem beszélgetni a célokkal kapcsolatban is, és az rajzolódott ki, hogy, hogy itt azért lehetnek elcsúszások. Például nekem volt egy, egy olyan fiatal lány, aki azt mondta, hogy ő pontosan tudja, hogy melyik városba fog élni, ez egy külföldi város volt, és hogy ikreket akar, ez milyen neműek lesznek ezek az ikrek, és tehát ilyen nagyon-nagyon tisztán le volt neki írva az élet kapcsolatos jövőképe. Aminek ugye lehet egy előnye is, meg az lehet a hátránya, hogy nem biztos, hogy pontosan ez fog megvalósulni, és nem is biztos, hogy ezen múlik a boldogságunk. Például van egy nagyon népszerű író, úgy hívják, hogy Mark Menzon, valószínűleg sokan ismerik. Ez egyik könyvének az a címe, hogy a leszarás kifinomult művészete, és például ebben arról ír, hogy nagyon-nagyon rosszak vagyunk abban, hogy megjósoljuk azt, mondjuk, hogy mi fog még igazán boldoggá tenni. Tehát lérhatom azt, hogy most én fogok venni majd egy, nem tudom, ferrari vagy Tesla-t, vagy egy Mercedes, akármit magamnak, de kivel fordult már olyan elő, hogy mondjuk vett valamit, aztán pár nappal később már nem volt annyira izgalmas az egész történet, vagy egy boldog párkapcsolatra vágytam, és mondjuk mire megtörtént a párkapcsolat, akkor utána nem az hallottad mondjuk a barátodtól, aki vágyott, hogy jaj, de jó, hogy most akkor végre van valaki, hanem az van, hogy elkezdett panaszkodni, mert hogy na hát akkor most a párkapcsolatban milyen problémák merülnek fel két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ezt nemrég hallottam ezt a gondolatot, és szerintem nagyon igaz, kicsit ilyen spiri, de attól meg igaz, hogyha azt várod, hogy majd valamitől boldog leszel, akkor sosem leszel boldog. Ez nem egy ilyen sors megírás, csak hogy a gondolkozásmód úgy mond, hogy majd boldog leszek, ha lesz -e a ha ott élek, ha lesz Tehát, hogy ezek általában nem működnek, hanem, hanem boldognak úgy csak úgy kell, szerintem praktikus lenni, vagy, vagy, igazából így működik. Ez az egyik gondolatom. Akarsz rá reagálni? Hallgatlak. A másik pedig a, Ugye ez a nagyon konkrét cél, hogy XY helyen lakom, Iker, lesz, stb., ez azért nem szerencsés szerintem, mert lehet, hogy amúgy lesz egy baromi jó életed, csak nem pont egy várossal arra, ugyanúgy lesz két gyereket, csak nem ikrek, és akkor én nem leszel boldog, hogyha erre nagyon ráfeszülsz. Ez, erre is az, az ilyen spirituális tanítók adnak nekem tanácsot, hogy, hogy jó az irányvétel, irányvételnek is szokták mondani, hogy nem rossz, hogyha tudod, hogy merre akarsz KB menni. De hogy egy célhoz nagyon ragaszkodni, tehát itt a ragaszkodás szerintem a, a probléma lehetőség, hogy ragaszkodom a célhoz, és hogy nem tudok ebben azítani, hogy nagyjából jó irányba megyek, az fontos, mert különben így céltalanul bolyogsz, de hogy nem kell nagyon ragaszkodni a, a konkrét célhoz. Ezt még régebben hallottam egy ilyen példát, hogy akarok egy piros felárít, és akkor lett mondjuk egy fehér felárít, és akkor nem vagyok boldog, mert ke nem piros. Tehát, szóval ez így érdekes. Nagyon igaz, amiket mondasz, és majd itt nagyon sok mindenbe bele fogunk menni, akár abba is, hogy honnan tudjam azt, hogy mit akarok így, nem tudom, 30 évvel magamtól, vagy a különböző életterületek, hogy vannak, hogyha nem tűzök egyáltalán szírokat, tehát itt azért sok minden lesz. De az egyik ilyen alapelv, amit az Eredmények című könyvemben is írtam, ami szerintem neked is hasznos gondolat, mert olyan szempontból mondom azt, hogy nem te is így szoktad ezt tanítani, csak lehetem ugyanezekkel a szavakkal, hogy jó, hogyha az embernek van egy víziója, mondjuk tegyük fegyen, hogy mondjuk én egészséges akarok lenni, tök jó, hogyha ez ebbe az irányba akarok törekedni, mert hogy valószínűleg, hogyha ez nem lenne célom, akkor nem annyira foglalkoznék vele, nem lenne tudatos a sport az életemben, nem lenne tudatos mondjuk azt, hogy mit eszek, és így hasonlóak. de most az, hogy én egészséges akarok lenni, az egy, nem egy smart cél. Tehát nem lehet ezt mondjuk, oké, okay, 2023-ig egészséges leszek, oké, okay, hogyan méred le, miben, mi lesz ennek a mércéje. És ezt én kettő szoktam választani. Az én definícióm itt most az, hogy van egy álmunk, és van egy célunk. Az álom az, ami az ilyen megfoghatatlanabb az például mondjuk az, hogy egészséges vagyok, és a cél az pedig mondjuk az, hogy lefutom a félmaratont, mondjuk két órás távlatban. És ugye elvileg a célból valamennyire következik az is, hogy az állam is megvalósul. Tehát, hogyha te tényleg le tudod futni ebben az időkeretben a félmaratont, akkor valószínűleg olyan nagy baj nincs az egészségeddel. Úgyhogy én ebben szoktam gondolkodni, meg amikor ügyfelekkel dolgozunk, akkor ezt szoktuk csinálni, hogy van egy nagy vízió, ami lehet az, hogy mondjuk anyagi függetlenség, vagy boldog párkapcsolat, vagy az egészség, de hogy a cél az nem ez, mert hogy ez nehezen megfogható. Honnan fogod ezt tudni, hogy egészséges? Hát majd úgy érzem. Oké, okay, de az, hogy érzem, hogy a reggel egyszer úgy kezd fel, hogy ezt érzed, másik nap meg nem nem úgy, akkor most elérted, vagy sem. Úgyhogy ezért jó, hogyha vannak megfogható vagy konkrétabb jellegű ilyen célok, mint amit te is kitűzöl magadnak. És a mondjuk a boldog párkapcsolat esetén lehet az, hogy mondjuk én eljárok mondjuk terápiába heti egy alkalommal, egy éven keresztül, vagy lehet az, hogy elolvasok mondjuk hat könyvet a boldog párkapcsolatról. Tehát a lényeg az, hogy valamilyen célokat tűzünk ilyen tekintetben, és a cél nem az lesz, hogy végül ez, ez, végén megvalósult-e, hanem az, hogy megtettem már ezeket a szükséges lépéseket, amik viszont rajtam múlanak ami baromira ide illik szerintem, az a 4DX nevű ilyen megvalósítási koncepció. Nem tudom, hallottál róla. Van egy Van könyv. Én korábban megvettem ezt például több, munkat, több vezető munkatársamnak. Tehát ez ilyen hogy a, 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 céljaidat meg tud valósítani, ahhoz jó ez a 4DX, egyébként ez egy biznisz koncepció. Ott hallottam először így megfogalmazva, hogy a, vannak, van az eredményjelző, hogy mondjuk, fú, mondjuk, mondjuk egy példát, hogy le akarok fogyni, és mondjuk 80 kilóra le akarok fogyni. De hogy uh, mondjuk azzal, hogy méricskélem magam minden reggel, az tök jó, de attól nem fogyok le. És mit kell ahhoz tennem, hogy fogyjak? Ezek a siker okozók, tehát, hogy mondjuk ne egyek este hat után, ne egyek édességet. Ez, nagyon tetszik ez a gondot, hogy ne igyak kalóriát, tehát lehetőleg mondjuk csak vizet igyak, uh, meg edzek, stb. És ezeket tudom mérni. Tehát, hogy, hogy nem az tök jó cél, hogy folyni akarok, de a, mit csináljak. Vagy mondjuk jobban akarom érezni magam. Oké, okay, de mit csináljak? Mondjuk elmegyek heti egyszer pszichológushoz. Oké. Okay. Minden este meditálok, oké. Okay. Többet mozgok, oké. Okay. Tehát ezeket ezek okozhatják úgymond a sikert, és ezt kell jól megbecsülni. Szerintem egy tök jó ilyen keretrendszer. Hogy hogy azt kell nézni, hogy mik a siker okozók. Teljesen egyetértek veled, és felmerül az is, hogy oké, okay, de hogy meddig? tehát oké, okay, hogy kitűzöm, hogy innentől minden este meditálok, de hogy nekem az a tapasztalatom, hogy jó, hogyha van ezekhez egyfajta olyan jellegű határidő, hogy nem azért, hogy végig kell mindezt csinálni, hanem hogy ilyen kísérletezési ciklusokban haladunk, mint az agilis tesztelésnél, hogy akkor azt mondom, hogy akkor három hónapon keresztül mondjuk megnézem, mi történik, ha minden este meditálok, vagy egy hónapon keresztül megnézem azt. Ugyanezt megnézhetjük akár a hideg amit mondjuk is szoktak javasolni hangatjavításnak, vagy a koránkelésre. Tehát, a... a reggel is hideg le a kalappal, meg futottál is, és egyébként meg nagyon-nagyon formában vagy, Akit nem látja, annak itt most elmondjuk, hogy egyébként ez nagyon látványos, hogy egyébként te beleteszed az energiát, amit meg dokumentálsz ugye Facebookon is, és mm ha -hmm. nem is követitek még a Gál Facebookon, Facebook de akkor itt az idő, hogy lájkoljátok be. Szóval a rövid ciklusú tesztelések azok általában rengeteget tudnak segíteni. Egyrészt azért is, mert hogy nem annyira nehéz azt mondani, hogy jó, hát most akkor három hétig csak van, mint nem olyan nagy dolog, most három hétig ezt. A másik része pedig az, hogy nagyon sokszor nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez végül is közele fog engem vinni. Tehát, hogyha én azt gondolom, mondjuk az én bizniszemben az lesz majd a kulcs, hogy minden nap elolvasok egy könyvet, aztán eljövök mondjuk egy a hónap után, hogy oké, okay, elolvastam 30 könyvet, de hogy ettől még nem lett több a bevételem, nem lettem jobb a munkatársaimmal kapcsolatban, nem lettem jobb a könyvelésben. Szóval ezek, ezekben jó, hogy a rövid ciklusan tesztelünk, mert a ciklusnak a végén újra tervezhetünk, hogy oké, okay, ez jó irányba vitte engem, vagy éppen mondjuk a célom irányába, vagy az álmaim irányába egy kicsit más érdekű feladatra lenne szükség többek között. És egy utolsó gondolat ide kapcsolódva, hogy az ember nem tudja azt, hogy mit szeretne mondjuk 30 év múlva, ez a rövid ciklusú tesztés azért is nagyon jó, mert mindig újra lehet tervezni. Tehát, hogy oké, okay, hogy tegyük fel, hogy én futni akarok, és akkor bevállaltam magamnak a futást, de rájövök arra, hogy ugye a sport az tényleg fontos, meg az egészség is fontos, de hogy a futás az nem az én sportom annyira, úgyhogy lehet, hogy evezni fogok inkább. És akkor kipróbálom magam az evezésben, vagyok a kosárlabdában. És akkor nem az, hogy az ember bele van kényszerülve egy olyan skatujába, amit nem szeret, hanem hogy folyamatosan újat tudja tesztelni, és a leghasznosabb ez olyankor, amikor az ember nem találja hivatását, hogy valamit kipróbál, megnézi, hogy milyen a tapasztalata, hogy tetszik neki, és ugye mondjuk egy, egy kiválasztási folyamatban is ez van nálatok, hogy nem az, Ránéz egy ember hogy innentől kezdete örökratikus marketingnél fogsz dolgozni, nem vannak felvételi ciklusok többek között. Van most két nagyon aktuális élményem így olyan dolgokkal kapcsolatban, mert ugye most arról beszélünk, hogy egy kicsit azt érzem itt a itt a téma mélyében, hogy hogyha valaki nehezen veszi rá magát valamire, akkor milyen olyan végülis trükkök vannak, amivel tudok előrelépni. Mert amúgy én azt gondolom, hogy ezek tök jók, ezek, meg ez a hogy rövid ciklusú tesztelés, vagy hogy hívod? Igen. Ez tök jó, de én igazából azt gondolom, hogy ezek ilyen tehát, hogy nem ez a valódi megoldás, mert, mert, ennek a mélyében mindig az van, hogy, hogy valamilyen nem akarod azt, és így rá kell venned magad. De attól még persze működik. Itt most kettő dolog jut eszembe, nagy, nagyon friss az életemben, így most már tizenvalahányszor, tehát a legújabb kori futókarrieremben, ja, most közel 20-szor futottam, és az a célom, hogy nagyjából minden másnap futok. Tehát mondjuk az, az, mit jelent? Az azt jelenti, hogy kb. egy hónapja, tehát egy pár hete futok szinte minden másnap, és az első néhány alkalommal azt éreztem magamon, hogy hú, menni kell, és hogy úgymond kicsit hát nem kellett magam megerőszakolnom, az túlzás, de hogy olyan erőltetés volt, hogy hú, menni kell, baszki. Én megpróbáltam lebeszélni magam, hogy ma miért jogos, hogy nem megyek, és akkor jó, de jó, hogy elmentem. És egy néhány alkalom után elkezdtem azt megfigyelni, hogy várom, hogy mehessek. Tehát ez a basszus menni kell holnap is, hú, mi mennyi idő van, és most meg már várom, hogy mehessek, és most voltam ma reggel, és már várom, hogy meggondolkozom, gondolkozom, hogy holnap után mit fog futni. Tehát, hogy nagyon gyorsan be húzni ez a flow, mondjuk persze nyilván nem, ez nem mindenkinél működik, de nekem ez most működik. A másik, hogy, hogy körülbelül két hete eldöntöttem, hogy nagyon visszaveszem a húsfogyasztásom. Tehát, hogy nem akartam ilyen szélsőségbe belecsúszni, hogy most akkor vega, vagy vegán, vagy nem tudom mi leszek, hanem, hanem legyen az, hogy nem csinálom azt, hogy ha kell, hanem húst teszek, hanem redukálom. És most az elmúlt két hétben egyszerettem húst, és érdekes megfigyelés, hogy hogy régebben egy csomószor volt olyan érzésem, hogy bementem amikor az aldi venni, nem tudom, gyümölcsöt, de hogy, hogy rám tört egy ilyen széhidrát éjség, mert régebb volt azért, próbálok diétázni folyamatosan, és oké, okay, akkor veszek egy gluténmentes fánkot, páf, megettem. Vagy egy gluténmentes kakócsikat, páf, megettem. És például ez teljesen elmúlt, illetve az, ami az elején nehéz volt, hogy ne egyek húst, egy pár nap után most azt érzem, hogy így furcsa lenne hús tenni. Pedig eleve úgy kezdtem már, hogy megengedem magamnak, tehát nem akarok szélsőségesen, és hogy ez a kettő hatás együtt, hogy sokkal többet mozgok, mint az előtte lévő mondjuk egy-két hónapban, plusz kevesebb húst tettem, egyszerűen már két hét alatt érzem magamon, hogy, hogy a maxival mondjuk a játszóterezek, és játszunk, hogy könnyedebben mozgok, könnyebben legugolok, fölállok, könnyebben felkelek reggel, tehát, hogy na nagyon durván gyorsan jön nekem, mert hát ez nyilván azért egyéni valamennyire, de hogy jön a, a visszacsatolás, és ugye ez megkönnyíti, hogy, hogy miért mennék le erről az útról. Szóval, hogy érdemes elkezdeni, és akár egy-két hét után már az ember lehet, hogy átbillan. Ez egyébként jogos, amit mondasz, és ez tök jó, hogy ezt felvetetted, mert hogy tényleg ezt akartam is az elején mondani, hogy nem csak egyféle út van a helyes cél megvalósításhoz, hanem ez számtalan út létezik. Van, akinek az válik be, hogy mondjuk tényleg leírja minden reggel a célt, pont úgy, mint amit Brian Tracy mond, van, aki vizualizálja, bár azt mondjuk ritkábban szó hallani, hogy valaki egyszer csak bevonzott egy piros felelét magának. Tehát szerintem, hogyha a kúcsértibornak megnézzük a sztoriét, akkor nem azt látjuk belőle, hogy egyszer elképzelt, azt nem meg, megtörtént, hanem azért elég sok munka van, hogy felépítette annak a kulcsoflot. Na de hogy akkor folytatva ezt a gondolatmenetet, ugye abban már megállapodtunk nagyjából, hogy tök jó, hogy az embernek vannak céljai, de hogy hogyan tudjunk kitűzni célokat. Ezzel kapcsolatban nekem van egy, egy ilyen stratégiám, hogy hogyan szoktam ezen gondolkodni, meg ügyfelekkel dolgozni ezen, mert nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy mondjuk mit szeretne, vagy mi a következő szint. Vagy annyi minden van, hogy most akkor minél vicc először igazából. Egyszer ég a ház, folyik a vízvezeték, megy a füstjelző, mit tudom én, oda ég a csirke, a gyerekek kiabálnak, mivel foglalkozzak először. És ami általában egy ilyen hasznos dolog szokott lenni, hogyha Megnézem az életemnek a különböző területeit, legyen szó az egészségről, családról, baráti kapcsolatok, szórakozás, munkahely, pénzügyek, önmegvalósítás. Tehát ezeket így megnézegetem, megnézem, hogy hol tartok most, hol, hogy lenne egy varázspálcám, hova szeretnénk úgy nagyjából eljutni, és kiválasztom mondjuk azt a kettő-hármat, aminek igazán van a legtöbb hatása az életemre. Ez az egyik út. És a másik út, ami szerintem még jobb szokott ilyenkor lenni, hogy az ember írni egy bosszúság hogy mik azok a dolgok, amiket nagyon utál, és mondjuk eddig gyakran előfordulva, és nagyon-nagyon zavarja őket. Ez lehet az, hogy mondjuk nagy a dugó reggelente, ez lehet az, hogy mit tudom én, ezért éve nem találkoztam a barátaimmal, vagy nem tudom, magányos vagyok, és nincs egy párkapcsolatom. Tehát itt nagyon sok minden lehet, vagy a bizniszben nem tudok a saját feladatom foglalkozni, mert mások helyett kell dolgoznom, és hogy ezekből kiválaszthatjuk azokat, amik a legzavaróbbak a számunkra és ha ezeket megoldjuk, akkor nagy eséllyel egyébként az egész életminőségünk is javulni fog, hogy ezeket ki tudjuk húzni. Mert nagyon sokszor a fájdalom, meg a zavaró dolgok azok motiválóbbak, mint az, hogy jaj, de jó lenne majd egyszer nekem egy medencés ház. Az, hogyha most éppen nagyon-nagyon melegen van, az valószínűleg jobban fog motiválni arra, hogy akkor vegyek egy klímát, mint hogyha azon gondolkodok, hogy milyen jó lenne majd egyszer, nem tudom, nem balin lakni, és akkor ez felépíteni egy passzív jövedelmet például erről a mit ne, vagy mi zavarról az jut eszembe, hogy amikor arról tartok előadást, hogy mondjuk hogyan válasz célcsoportot, tehát ő kinek akarsz eladni, hogy azt könnyen megmondani, hogy kinek nem akarsz eladni. Nem akarok eladni azoknak, akik reklamálnak, alkudoznak, bunkók, akármi, és akkor legalább már tudok valamennyit azzal szűkíteni, hogy kinek nem. De hogy meg hogy hogyan, hogyan nem akarok élni, nem akarok főnököt, nem akarok bejárni az irodába, stb. Ez szerintem jó kezdetnek, de hogy egy igazán jó és gazdag, és nem, elsősorban nem anyagi értelemben gazdag életet, szerintem nem lehet ilyen nem-ekből fölépíteni, de kezdetnek biztos, hogy jó. Még mert együtt, egy dolog jutott eszembe erről, hogy ahhoz, hogy hogy ki tud találni, hogy hogyan akarsz élni, vagy milyen célokat szeretnél, fontos szerintem inspirálódni, hogy, hogy szerez a abból, vagy arról inspirációt, hogy mások mit csinálnak. És nekem ez, ez nagyon sokat segít, és úgy érzem, hogy szükségem is van rá, hogy megnézzem, hogy, hogy mások, akiknek úgymond tetszik az élete, valamilyen értelme, vagy hogy én is szívesen élnék úgy, vagy én is szívesen lennék olyan, hogy megnézni, hogy ők miket csinálnak, mert hogyha nincs mintám, Nekem nagyon tetszik az a megfogalmazás, hogy, hogy mintákat leveszek emberekről, hogy tetszik az a minta valakiben, hogy mondjuk minden másnap fut, vagy tetszik az a minta valakiben, ahogyan a, nem tudom, a családjával viselkedik, vagy akár. És akkor ezeket a mintákat így, így, elkezdem alkalmazni. És van még egy, gondolat, aztán befejezem, hogy szoktuk mondani, hogy valami irigylésre méltó, vagy valaki, valakinek az élet irigylésre méltó. Én ezt egy spirituális tanítótól tanultam, hogy, hogy ne azt mondod, hogy irigylésre méltó, hanem az, hogy utánzásra méltó. Tehát ahogyan ő él, mi tetszik benne, nyilván valamit csinál, még nagyon egészséges, hát akkor utánzásra méltó az, ahogyan étkezik, és mondjuk ahogyan sportol. Ez egy izgalmas dolog, és ez át is visz minket a következő elvre, az okokozat elvére. És erről te szoktál beszélni, de szerintem most más honnan közéteném ezt meg. Mert hogy milyen tőről milyen gyümölcs fog fakadni lényegében, mert ezt nagyon könnyű összekeverni. Nagyon sok embernél hallottuk már akár azt is, hogy mondjuk, oké, van több diplomám, de miért nem keresek elég jól. És ez szerintem egy tök jó elv, mert ez csak csodálatosan le fogja nekünk azt írni, hogy önmagában attól, hogy az embernek több diplomája van, az nem azt jelenti, hogy több jobbat fog keresni, vagy jobban fog keresni, mert ugye attól még, hogy neked diplomád van, attól nem lesz pénzed, hanem ahhoz kell egy munka, vagy esetleg mondjuk egy olyan értékteremtés, amivel amért valaki mondjuk ezt meg is fizeti neked. És ebből hoztam nektek néhány ilyen gondolatot, kedves hallgatók. Az egyik ilyen, hogy mondjuk az, hogy te attól, hogy te jó ember akarsz lenni, vagy jó embernek akarod magadat érezni, egyáltalán nem biztos, hogy abból fakad majd az, hogy neked lesz egy boldog családod, vagy az emberek szeretni fognak téged, és így tovább. Ugyanígy nem biztos, hogy abból, hogy te szeretnél mondjuk elismert lenni, nem biztos, hogy ebből te mondjuk profitábilis is leszel. És erre hoztam egy-egy példát, csak hogy ezt jobban meg tudjuk látni. És ezt azért mondom, mert hogy van egy ilyen elterjedt ilyen tévhit, hogy majd egyszer csak így minden megoldódik, hogyha a jó dolgot teszed meg. És az a helyzet, hogy általában nem, mert valamit mindenképpen fel kell áldozni a céloknak az érdekében. Most például mondjuk egy ilyet, hogy tegyük fel Kristófa, te például maradva, tegyük fel, hogy te mondjuk attól éreznéd magad jó embernek, hogyha az idődnek a 80%-ában ingyen csinálnál embereknek marketinget, mert azt gondolnád, hogy az ilyen non-profit szervezeteknek kell segíteni, és csak akkor lesz össze jó ember, hogy a munkaidődnek a 80%-át csak ezzel töltöd, és igazából nincs ebben pénzkeresés. Na most ez nem ugyanaz, mint az, hogy majd az élet visszahozza, és ez csak egy profitáblis cég lesz, és lesz egy 300 milliós cég, csak abból, mert hogy nem tudom, állatmehelyeknek csinált ingyenesen a marketingét. Persze a kettőben lehet átfedés, de itt azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy például a profitáblis cég, ez mondjuk a jó árazáson is múlhat, akár azon, hogy mondjuk nem tudom, olyan cégek az ügyfeleim, akiknek mondjuk van tőkéje, hogy kifizessék az én szolgáltatásomat, vagy akár mondjuk az elismert és népszerűség is, persze majd mindjárt hagyom, hogy válaszolja, csak az elveszett nem több szempontból hogy mondjuk a pszichológusoknál azok az elismert emberek, akik egyáltalán nem szerepelnek a legtöbbször a médiában, hanem mondjuk nagyon-nagyon sokat publikálnak, vagy mondjuk egy jó nevű klinikán dolgoznak, nagyon sokszor nem is erre fizetik meg őket, és akkor a szakmámból lettő lesznek elismertek. De ettől nem biztos, hogy ők mondjuk egy anyagi jólétben fognak élni, vagy kiegyensúlyozottak lesznek, vagy mondjuk megkapják a népszerűséget, vagy elismerést a munkájukért, amire igazán vágynának tehát mondjuk a népszerűség ez abból fakad a legtöbbször, hogy mondjuk te sok helyen szerepelsz. De attól még sok helyen szerepelsz, nem biztos, hogy mondjuk szakmailag is olyan szinten vagy, akár mondjuk a pszichológusok terében. Tehát ez egy érdekes dolog. Úgyhogy uh, majd erre még egy-két ilyen példát szívesen hoznék, csak annyit beszéltem, hogy szeretném hagyni, hogy te is tudjál reagálni erre a témára. Az a gondolatom erre, amit nem is tudom mikor hallottam, ez is, ezt is egy tanítótól hallottam, hogy a jó szándék nem elég. És ez, ez nagyon fontos azt szerintem érteni, hogy nem elég az, hogy jó a szándékom. Amit tovább szoktak ezen fűzni, és ezt még lehet, hogy pszichológustól is hallottam, hogy neked ezt mindenki szerintem valamilyen mértékben ezt tapasztalta, amikor valaki azt mondja, hogy de hát én csak jót akarok neked. Akár mondjuk szülő, kapcsolat szülő-gyerek viszonyban szokott ez gyakran lenni, hogy de hát én csak jót akarok, kisfiam, én, én tudod, hogy én a, javad, a javadot akarom, és ez lehet, hogy igaz is, de az nem azt jelenti, hogy attól, hogy ez a valaki jót akar, attól jó lesz az eredménye. És ezt így az élet minden területén szerintem lehet értelmezni, hogy, hogy egyszerűen a tettek is kellenek. Tehát a szándék szerintem nagyon fontos, hogy én jót akarok, de, de, azért a világnak vannak törvényszerűségei, amiket ha nem tartok be, akkor ugye amit mondtál ez a gyümölcs, hogy ez is egy nagyon egyszerű természeti törvény, hogy, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. Ha ezt elkezdjük boncolgatni, akkor mondjuk ha egy almafát elültetek, nem várhatom tőle, hogy körte teremjen rajta egy almafa almafát fog teremni. És uh, igazából ha bizonyos dolgokat megteszek, annak annak van egy törvényszerűsége, hogy abból mi következik. Ha minden nap futok, akkor uh, várhatóan mondjuk jobb lesz a kondícióm. De lehet, hogyha túl sokat futok, akkor meg fogok sérülni, mert túledzem magam. És ez ilyen Valamilyen mértékben ez, ezek tisztán látszanak igazából, csak nem mindenki akarja ezt szerintem látni. És hogy akármilyen helyzet, ez is egy jó gondolat szerintem, hogy, hogy minden és mindenki a helyén van. Nincs olyan, hogy nem vagyok a helyemen, hogy nekem nem itt kéne tartanom, mert ez nem igazságos, meg ez nem jogos, mert az igazság, meg a jog az a természetben egy ilyen nem létező valami. Szóval tisztán kell ebben látni az, az a lényeg szerintem, és az, hogy nem, nem elég a jó szendék. Ugyanide kapcsolódva egy-két ilyen példa, amivel meg tudjuk érteni. A Toyota és a Fordnak a, a példájából fakadóan, talán, hogyha valaki nem ismeri ezt a sztorit, nagyon érdemes különösen vállalkozóként megérteni. A Lean modellnek ez egy nagyon jó példája, amiről azt mondják, hogy nagyon röviden fogom csak a lényeget egy-egy mondatba elmondani, hogy úgy tudta a Toyota lenyomni annól a Fordot, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon letisztult modellt alakítottak ki. És hogy minden szemetet gyakorlatilag kivettek a folyamatból. De mit értünk ez alatt? Ez azt jelenti, hogy ha hát te mondjuk lean modellben gondolkozol, te szeretnél elindítani mondjuk egy coaching vállalkozás, nekem ez volt egyébként egy nagyon jó történet, mert hogy egy annó egy kortársammal egyszerre indítottuk a coaching vállalkozásunkat, én azt csináltam, hogy elkezdtem weboldalt csinálni, képeket szerkeszteni, tartalmakat írni, cikkeket, akkor elkezdtem magamat különböző módokon képezni, és eközben az én konkurensem, ő azt csinálta, hogy megkeresett embereket, hogy akarná, de hogy kócsoljanak. És uh, ki lehet találni, hogy melyikünk volt az a kérdebb szerzett ügyfeleket, nyilván az utóbbi. Tehát ahhoz, hogy te fel tudj építeni egy első, mit tudom én, tanórát, ahol mondjuk angol órára vannak ügyfeleid, nem biztos, hogy a logónak a megtervezése lesz az első lépés, amit neked meg kell tenni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a lean modellben gondolkodva, hogy minden szemetet eliminálunk. Tehát gyakorlatilag az elején neked nem az, a lényeg, hogy tökéletes logód, meg doméned legyen, meg, meg mottód, meg hasonlók, hanem az, hogy legyen meg az első ügyfeled. És minden más szemétnek számít. Tehát mi az, amiből közvetlenül következik az, hogy a te célod az megvalósul, ezt szeretnénk ilyenkor megtalálni. És egy, egy, egy szemletes példa, van egy nagyon-nagyon távol ismerősöm, aki egy amerikai stripclubban dolgozik, és <tosz> <tosz> még durvább lesz a sztori egyébként, és, és, küldött nekem egy ilyen, egy ilyen, mémet, hogy vannak ezek a motivációs oldalak, hogy nézd meg a sikeres embereknek a szokásait, stb. És hogy ott volt Conor McGregornak a, a az élete, hogy ő reggel négykor vagy ötkor kell, és hogy meditál, és keményen dolgozik, és olvas, és fejleszti magát, és hát nézzük meg, hogy hova jutott el. És majd küldött egy fotót, hogy Konrad Megregor a klubban, hajnali négykor vagy ötkor. Nem tudom, mindenki tudja, vagy ki? Ő, ő, egy. egy, uh... egy két harcos Igen, igen, tudom, igen. igen egy küzdő sport az egyik ilyen világbajnok, egyik leghíresebb. És hogy hát nyilvánvalóan teljesen szétesve a klubban ott bulizott, és nem is tudom, hogy milyen szereknek a hatás alatt át, és ott volt éppen egy nő a kezében, akit így fogott alapvetően, és hogy ez volt a hajnali öt. És ez azért érdekes ez, mert hogy nagyon sokszor, hogyha valaki tiszta szándékannai van, lelkismeretesen elkezd dolgozni, akkor azt gondolja, hogy mindenki más még egy csodálatosan és tökéletesen csinál ezeket a napi szokásokat. De hát azért a legsikeresebb emberek azok nem csak attól lettek sikeresek, hogy minden nap ilyen, minden tökéletesen csináltak, hanem azért nem biztos, hogy pontosan úgy élnek azok az emberek, akikről azt gondolnánk, hogy milyen csodálatosak és tökéletesek. Viszont azért valószínű, hogy többször csinálják úgymond helyesen, vagy inkább azt mondom, hogy célra vezető módon a dolgaikat, mint nem. Így van, úgyhogy jó sok mindent átbeszéltünk a mai adásban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!